Folyamatosan takarították el a havat és sózták az utakat, valamint a járdákat Szekszárdon már éjszaka is a munkások. Reggelre a legforgalmasabb szakaszok könnyen járhatóak voltak, a kisebb utcákban lehetett csak nehezebben közlekedni a márciusi havazás miatt. Parkolóig, tehát annyi, hogy autót letakarítottuk, kész ennyi, de az uram az vezet, tehát most reméljük. Szőlőbe tartunk ki, reméljük, hogy ment a kis traktor, szép szorgalmasan dolgozott, ennyi. Ked reggelre több mint 10, de volt, ahol 20 centi hó hullott Tolna megye településeire. A márciusban szokatlan jelenség sokaknak adott munkát. Hólapáttal takarították az emberek, az üzletek és a házak előtti járdákat, és a közút is újra téli üzemmódra kapcsolt. A nap 24 órájában váltott műszakban dolgoznak a munkatársaik, és folyamatosan járják az utakat a sózó és a kotrógépek is. Voltak viszont, akik kifejezetten örültek a késői havazásnak. Nézőinktől rengeteg képet kaptunk a Facebookon, sokan igyekeztek kihasználni a szokatlan időjárást, és rövid időre elhagyták az otthonaikat, angyalt formáztak a hóba Szekszárdon, lakon hóembert építettek, vagy csak a havas tájat fényképezték, máshol pedig a hóborított a nyíló virágokat örökítették meg. Az előrejelzések szerint a télies időjárás a hét második feléig marad, csütörtök lehet az első nap, amikor már kicsi lesz az újabb havazás esélye.